Hát ugye az új HPC, tehát ez a nevünk, Holtschneider Performing Center, és tehát szponzorok által sikerült, hál' Istennek, megszerezni ennyi pénzt, hogy 4 koncerttermünk van, és rengeteg kisebb terem, hogy kamarazenélésre jó legyen, és a többi, tehát rengeteg kórus munka történik nálunk. Na most van, a legnagyobb koncerttermünk az a Gannon, Patricia Gannon Hall, az olyan 600 valahány fős férőhelyes, és állítható akusztikájú. Tehát, hogyha kisebb, mondjuk barokk zenét, vagy még korábbi zenét adnak elő, akkor ahhoz nem kell nyilván olyan beállítás, mint egy Carmina Buránához. De pont azért említem meg a Carmina Buránát, mert azzal nyílt meg az új épületünk. Oh. És a soprának egy jó kis magas B-je van, ott Nepszadi Bócséval. Igen. Aztán van egy közepes termünk, az az Allen Hall, ott szoktak vizsgázni a növendékek, ott általában, hát én azt mondom, hogy olyan 200 fő fér el, és a legkisebb terem az 150 férőhelyes, ott pedig mesterkurzusokat szoktunk tartani. A negyedik terem az pedig a jazz tanszéknek van, hát az nagyon-nagyon jó. Tehát, hogyha valaki oda elmegy jazz zenét hallgatni, nagyon erős a jazz tanszékünk, fantasztikus a tanszékvezetünk, Dana Hall, és egy aktív. Mindenki a mi tanszékünkről aktív előadó művész még. Tehát ez egy kuriózum nálunk, hogy mi nekünk ez megadatik, hála a jó Istennek, hogy nem az van, hogy ha tanár vagy, akkor be vagy ágyazódva. Most már látom, hogy nálatok is így van, és ennek nagyon-nagyon örülök. Tehát, hogy ha az ember mondjuk elmegy 3 hónapra turnézni, akkor nem veszíti el a növendékét, viszont nem kell mondjuk internetről megtanítani őket, hanem van az a bizalom és az a kapcsolat a kollégák között, hogy egymást helyettesítjük. És a növendéknek megvan a lehetősége, hogy válasszon, amíg a saját művész professzora elmegy, és aztán utána, ha visszajön a professzor tehát a tanításra, akkor folytatódik tovább minden, úgy, ahogy volt. Úgyhogy ezt nagyon szeretem a növendékek. Nagyon sok fontos dolgot mondtál, nem tudom, hogy a tisztelt értette ezt, de 3-ból 3 pontban is szeretnék ehhez hozzászólni. Egy másodperc alatt elmondom egy mondatba, és aztán utána mondjad. I was just talking about the setting, the new concert halls, how many seaters, and then, adjusted acoustics and so on. So it's the modern technique. And also that the setting of everybody is active on our faculty. And that means that if somebody goes for a 3-month tour, let's say, then another faculty member can sub for that teacher. And then that setting is kind of like working really well. Annyit szeretnék mondani, hogy ugye Magyarország is nagyon komoly gazdasági fejlődésen is megy keresztül, és bár Budapesten is vannak még mindig rozzantabb épületek, de igazából fantasztikus technikai és épület, és tehát egy olyan másfajta életszínvonal emelkedés van nálunk is, vizuálisan, amit ha valaki turistaként ide jön, akkor egy európai milliót talál. Ugyanakkor mi most kezdünk felzárkózni, főleg a vidéki egyetemek, ugye én alapítottam az operatanszakot Szegeden, hiszen csak Budapesten volt operatanszak, és pontosan azt kellett, hogy valaki művész legyen, nemzetközi pályát is befusson, és meg kellett írni az operaképzést. De ugye nálunk amennyire nagy nevű volt már a Szegedi Énekiskola, én tanszékvezetőségem 23 évvel ezelőtt is, igazából nálunk az anyagi fellendülés és az új épület az most került sorra. Mi is beterveztünk 600 fős koncerttermet, aztán lett 400 fős, és végül az államtól kapott 3 milliárd forintot az egyetemnek a klinikára kellett, égető szüksége volt, hogy oda irányítsak azt az összeget. Most úgy néz ki, hogy egy pár éven belül nekünk is lesz zeneművészeti karunk, amit már nagyon-nagyon régóta szeretnénk, de igazából a belső tartalom, hát neked nem kell mondani, tehát a magas szintű szakmai igényes munka az ugyanúgy létezik nálunk is, és jóval szerényebb
fizikai, vizuális környezetek között, de például most ezt az agórában, ahol vagyok, és vagyunk a tenor növendékemmel, ezek tényleg egy európai szintű gyönyörűs épület, itt rendezzük majd a simán gyorsak énekversenyt is, amelyre esetleg a következő versenyre szívesen hívunk, várunk benneteket. Úgyhogy ez tényleg ez egy európai léptekű gyönyörű épület, itt nem messze a mi karunktól. Hogy fordítsam le. So reflecting to our part, she was mentioning that obviously it's so the circumstances over there are much more humbled. The situation in an up-and-coming country such as Hungary, and then Hungary is doing really, really good at this point. But however, we will never be able to compare an already existing capitalism to an upcoming country. Therefore, the customs and the culture, the musical culture, the art culture was always there, more than likely much older than the United States. Physically, visually, it's not as appealing as, let's say, our brand new opera hall or brand new Holzschneider Performing Arts Center. It does not mean that it's less motivation in the students and in the faculty to be there and make an existence, a very, very good and strong existence. So basically they are living with whatever they can and they are able to. The setting for us Americans, it's all through private sponsors versus in Hungary, it's nothing to do with sponsorship. It's all by the government. So if the government is giving a budget for culture, then they are going to have a bigger setting, and it's all dependent on the government. So I'm really hoping that my alma mater is going to be in a couple of years just as beautiful as it should be. I have got great memories, by the way. It's I love the building, and I know that it needs a lot of turnover. But I'm pretty sure that it is going to happen in a couple of years. She mentioned also something very important. So she believes in competitions. She founded a competition, an international, very important competition called József Simándi. I'm going to meg tudjátok nézni a Simándi Singing Competition. I'm going to write it down. Simándi. Yes. Majd ha elküldött Simándi Singing Competition. És Viktoria drága, szeretnék egy, mielőtt énekelnek a növendékeink, szerintem törjük meg zenével, és szeretném még egy fontosat esetleg mesélni nektek, és utána majd a kérdéseket a dalok után. Nálunk egy pár évvel ezelőtt a rektor is külön végigjárta a karokat, és Magyarországon a Konfuciusz Intézet láncolat felépült, és Szegeden is. Tehát nálunk beindult a kínai vonal. A kínai, Kínában nagyon sokan akarnak jönni hozzánk is most már európai kultúrát tanulni. Ugye hát én magam is németül, olaszul, de több nyelven is, mert máshogy az ember hogy beszél angolul vagy franciául, de ugye a zenei szövegi hangsúlyok, tehát egy-egy áriának, dalnak a zenei szövegi kidolgozása nagyon magas szinten megy nálunk, és nagyon lelkiismeretes tanári munkával. És két új kínai származású kollégánk van. Szeretném őket bemutatni röviden. Az egyik Changyu Karolin. Karolin, most nem látta, te itt voltál valamikor. Ja, itt van, aki nálunk diplomázott, és két mondattal a bemutatkozol, a másik pedig Kongyu Chen, akit én egy szlovákiai énekversenyen, ahol most is megyek majd zsűrizni, ott fedeztem föl, és mind a ketten fantasztikus ifjú kollégák, művészek, csodálatos Karolin, koloratúr szoprán, négy vonalas szével, és nálunk diplomázott, Széchieris növendékeként, de azóta én vagyok az egyik kontrollja, énekmestere, és Hongyu szintén, Hongyu Chen, aki Németországban és hát Kínában is egy egyetemen docens, de most Magyarországon jött hozzánk, és hol Szeged, hol Németországban utazik. Úgyhogy szeretném a két új kínai kollégát egy picit bemutatni. Igen. Okay, hello everyone, my name is Caroline. I'm very happy. So I think already more like 10 years I'm living in Hungary. And when I was the first time coming Hungary, I don't know. So this university, this percussive music, in future I will teaching here.
So for me, it's very, very, I'm so lucky. So, and I met with my teacher, Prof. Temesi Maria, and I'm starting my learning in Hungary, and I learned Hungarian language. How many people told me, oh, so Chinese is so difficult language, but I think Hungarian is very difficult also. And my friend told me, so if something is very difficult, oh, this is so Chinese. And sometimes I just talk about, oh, no, it's not so Chinese, so Hungarian. So it's for me, I'm already teaching in our faculty of music already 2 years, and I had a degree here also. And so from my part, I'm very happy I can introduce my student, I mean, who come from China and Hungarian culture. And I want a lot of Chinese students, you know, in Europe, in mid of Europe, and have this very fantastic university, I mean, like faculty of music. And I think in future, more Chinese people, more Chinese students will know about our university. Thank you. Thank you. Thank you so much, Carolyn. Thank you. Nice meeting you. Nice to meet you too. And now Hongyu channel, please. Hello, Hongyu. Hello, everyone. Hello. Can you hear me? Yes. Yes, wonderful. Sorry. Yeah, first of all, regards from Vienna. So I'm staying now in Vienna. Yeah. So yeah, so my name is Hongyu. So I think I have been living or teaching here in Szeged since 2 years. And before, I studied it mostly in Germany, and I did also short study in France. But generally, I'm living kind of like between Germany and in Hungary. And yes, it's a great opportunity. 2 years ago, I could start the job as well in Szeged at our faculty. So now I have like 10 students in my classes. So they are quite internationally. So I have a Hungarian, I have Serbian, I have a Romanian, I have also German. So I think our faculty now, it's things year by year is getting even more and more internationally. Here is also your student, Huang. Yes, yes. Huang is from Hello. China. Yeah, this is his young tenor. And I have Lara Brust from Germany. So yes, I don't know. Thank you so much, Hongyu. Can I ask you one question? What was your desire to go to Hungary? I think the one of the biggest motivation is because of the Miss Dr. Maria Temesi. Okay. I met her a few years ago through a competition in Slovakia, which I fortunately I could win. I got luck. Then yes, somehow yeah, we start our friendship and through the years. So then finally 2 years ago, I could start the things in Hungary. Yeah. Oh, that's amazing. Thank you so much and nice meeting you. I think nice to meet you as well. On that note, Leah, can we start with Jade? She's going to sing Pamina for us. Okay. And then please just address some words to her and work a little bit with her. Okay. Yes, so I'm going to be singing Ach, ich fühl's from Mozart's Die Zauberflöte. Thank you.
Congratulations to you, Jade, and congratulations to Viktoria. You have very nice voice. I speak Hungarian. Egy igazi operai kvalitású született gyönyörű hangja van. So you were born to become an opera singer. The quality of your voice is an opera singer. Zenei tehetsége, zenei muzikalitású. You are very musical as well. Nagyon szépen formált például, szépen hozta a hangulatokat. We're really like depicting the colors of your emotions. You sing to 6 years? I'm sorry, yes. 6 years, bravo. This is a difficult aria, but not difficult. I sang also at the Music Academy in Budapest. Milyen, ki ez a Pamina a varázsugolában? Ki a szereplő, és milyen szituációban van? Azt gondolta, tudja-e? Okay, so the question is, who is Pamina, what's the situation, and then what's your thought about the whole character? Well, so we know Pamina is the daughter of the Queen of the Night, and she has met Tamino, and she's speaking with, well, she's trying to speak to me, to Tamino, but through these trials, and he's not able to speak to her, otherwise he won't be able to become her husband. She doesn't know this, so she's really distraught. She feels like, even though she just met him, she's losing the love of her life. So she's very upset in this aria, but I think, yeah, so wait, do I need like overall what I think of? Yeah, I think that's good. Yeah, okay. Igen, tehát ugye Pamina nagyon jól mondta, az égkirálynő lánya, de teljesen más, ő egy pozitív, egy kiválasztott ember, akinek megvan a lehetősége, hogy ne egy papagéno is papagéna szinten élhesse az életét. So you are a chosen one as a Pamina, even though so you are the daughter of the Queen of the Night, and then even though you are an extremely positive person, you are chosen and destined to choose a partner not on the Papageno level. Okay. Papageno és Papagena, ugye enni, inni, aludni, az egyszerű emberek életszínvonalával meg van elégedve, és ha bármiért bármit kell többet tenni, arra ő nem képes, nem is akarja, ennyi az életről való elképzelése. Ellentétben Paminával és Taminóval, aki a szellemi tudást és a szellemi műveltséget, a szellemi táplálékot is meg szeretnék szerezni, képesek rá, de ők is majdnem elbuknak, mint ahogy itt ugye Paminában sincs meg,
először nem tudja a felsőbb másfajta háttér történetet, hogy ugye taminónak hallgatnia kell, mert épp a hallgatás fogadalmát erőpróbáként kell kiállnia ezt a próbatételt. So basically two couples in comparison, and then obviously Papageno and Papagena are kind of like having primary emotions. It's just eating, drinking, sleeping, loving each other, and so on. Versus Tamino and Pamina, they are on more on the mental, emotional level. And then even though the conflict, what we know that Pamina has a conflict, is coming from kind of like the innocence, like you don't know why Tamino is not speaking and why. Yeah. What is the key of the aria? I'm not even looking at the music. G-moll. G minor, yes. Mozartnál egy G-moll olyan, mint Schubertnél a D-moll, vagy Beethovennél, nem is tudom, hogy mi, a C-moll, mert ez igazából a halál hangneve a bécsi klasszikus szerzők egyik legnagyobbikánál, és ez a belső zokogás, ebből is valamit érzékeltetett őnek, egy vívőerős, gyönyörű hangja van, ebből a belső zokogásból, hogy azt hiszi, hogy ő elhagyta Tamino, hiszen Tamino elmegy mellette, és nem is szól neki, azt hiszi, hogy itt szakítanak, ugye? Tehát a belső zokogását lehetne esetleg egy picit jobban megcsinálni itt a koloratúrában, amikor megy föl a bédúr. Ott nyitva kell például technikailag maradni, csak két lopet, mert ezt biztos mondod neki. Tehát annak a belső zokogását és a vonalvezetését, ez a lelkiség jó, hogyha meg tudja határozni, és nem fél tőle, hogy jaj, jön egy B, uh-huh. És nem szabad ilyen hosszú levegőt venni. Ugye, tehát a rekesz lemarad, nyitva marad a horda, nyitva maradnak a fej rezonáns üregei. Akkor is, hogy hozz egy kis levegőt lop. Aha. Tehát egyrészt a lelkisége, másrészt a technikáját lehet egy kicsit kigyakorolni jobban. So she says that the G minor key is very dominant in Mozart. So it is basically the tragic key, the tragic pitch. And then what she is missing still in your interpretation is that your emotional inner cry. That. Yes, so we would like to repeat that little coloratura when we are going up to the B-flat. And then she was asking, even if you are cheating into some, you know, catching breath, don't take your time and definitely don't go up. So your air column has to stay large, okay? Long and large, okay? But your song is fantastic, okay? Majdnem hebben. The B was good, but that's good. But you must with your abdomen the air. Tehát fel kell adja a szájpadjára ezeket a 32-edeket. Egy picit csak gondolja, mintha onnan billentene. Hogy a levegő megtartó izma, és a szélpont a szájpad és a száj, és a hang beütődésen, hogy ez kapcsolatban legyen egymással, ami nála gyönyörűen megvan, de tudatosan kellene ezt egy picit megküldeni, tehát hogy ő irányítsa a hasizmával gyakorlatilag, egy leengedett hasizmából, tágításból, ugye, és közben rekesz megy le. Okay, so you're going to hear that so many times, right? So basically the connection between your support, your appoggio, and your soft palate out there, the resonance is opening, right? It's you are doing it, but you are doing it like instinctively. So you need to make sure that you are preparing it. How many times did I tell you?
So you are preparing it before it happens. She is mentioning something very, very good. It's a great image, saying that you're, when you are getting your soft palate higher, you are actually hitting those 16th notes right there, okay? While you are controlling everything downward. So the verticality is all there, okay? Like pearls, you are going to hit that. So you are going to open up your Azért nevetnek, mert ugyanazt mondod, amit én. nem. Valika ezt még nem mondta. Igen, ez is igaz. So basically, what you have to feel is like you are working tiny little like moves with your lower abs. Okay. Right? Yeah. Have you heard that somewhere? One more, please, repeat. Okay, so basically that's the only thing. And then I think that you know exactly that you have to work on that one, and it's a general note, and otherwise it's a great role for you. And then someday I'm sure that you are going to have that. Thank you. All right. Köszönjük szépen, figyelj. Köszönjük szépen. Még egy dolgot, ha megengedsz, mondtam volna, hogy vokális kellett volna tartsa. Ó, wow. You see what she's showing, right? So basically raising your soft palate, sending it into that direction, okay? And then those what we are calling it, yawning it, okay? So just you have get the inhale, and wherever you feel that freezing point, that's it, that's going to be it. Yes, but here, sure. Yeah, of course, it has to be in two directions. You have one O vocal, vowel, vagyis sejtitek a vowel? Vowel. Hogy? Vowel. Vowel. You have one vowel, O. But you have seven notes, but one vowel. Ezt még ha lehet, szeretném, hogyha ezt megmutatni, és akkor köszönöm én is. Nagyon gyönyörű, és gratulálok. Ő énekelje? Hogy igen. Oké. Okay. You are going to sing that, okay? Y'all do it. That one. Okay. I don't know the note is. Oh, it starts on a G? Sorry, I'm not at the piano. Nem kell hozzá kísérlet, csak úgy. I think this is, yeah. Nem fontos. Get the focus as well. Okay, ezt esetleg érdemes. Okay, one more take. Okay, intonation. Okay. Így gyakorolja egy picit, jó? Right. So this is a gége, mert ne menjen föl a gége. Csak a szájpad megy föl. Yeah, your larynx shouldn't go up. Oh, it went up. But you have very nice voice, and this aria very, very nice to you. Thank you very much. Thanks, Jade. Thank you. Na most akkor lesz tenorunk, igaz? Now come our tenor. Okay. Attila kis. Thank you.
Attila, beszélhetünk angolul, vagy pedig beszéljünk magyarul? Magyarul is rám. Gratulálok. Hány éves vagy, Attila? 21. So, just to my singers, Attila is 21 years old. I think that we are facing a great example that it's not an average thing that a 21-year-old just shakes out a call of aria, right? So it's, yeah, exactly. Sarah Lieberman, what? Yeah. So you, te már nagyon-nagyon szépen hangzik a hangod. Eszméletlenül összeállt, és na, elmondom először is, hogy mi tetszett. Nagyon-nagyon jó a választás, az ária választás. Úgy érzem, hogy teljesen lazán el tudod engedni magad benne, hogy élvezed a zenét például, azt nagyon-nagyon látom benned. Nem éreztem azt, hogy minél jobban felfele megy a range, úristen, tehát a lágé, egyre jobban befeszülsz, nem, nyíltál kifele. Nagyon-nagyon jó volt, és olyan volt, mintha az egészet így ösztönösen becsuknád a szemed, és csak így kiráznád a kezedből. Nagyon ritka, amit te csinálsz. Ez nem mindennapi, ezt mondtam éppen az én gyerekeimnek. Egy-kettő dolgot az elejéből, nem a magas hangokból, mert az tökéletesen ott van, úristen. Még azt kiemelem, hogy a magas hangoknál, ezt mindig mondom az én növendékeimnek, és ezt te csinálod, annyira szuper. Amikor jön a magasság, szeretnéd, hogy minél nagyobb legyen a nyitás, ugye? És azon felül, hogy lent minden tökéletesen összhangban működik, azt látom a szádon, a Zoom segítségével, hál' Istennek belelátok a szádba, hogy
egy picit mutatod a felső fogsort, egy picit az alsót, én úgy hívom ezt egy négy pont, ezt a, hogy nyílik ki, és minden belül is ugyanúgy megy fölfele, és nyílik, és hatalmas nagy rezonáns üregeket nyitogatsz kifele. Úgyhogy bravo, ezt muszáj lefordítanom, mert ezt ki kell, hogy emeljem nekik. I wanted to tell you guys in English as well that I hope that you noticed it. Towards the end of the aria, when he was moving to the higher range, 4 points, what we are working on. That, just a little bit, as the taste gives us, right? It's not a grimace, it's not a It's just a little bit of a taste of a natural opening. And of course, inside it was a huge opening for him. Ezt meg akartam mondani nekik. Az elejét szeretném egy picikét. Elmondom, hogy még az a 99% ott van, az az 1% vagy 0.5%, amit szeretnék hallani. A frázis végek, amikor nagyon-nagyon szépen lekerekített, csak a fókusz eltűnik. Annyira szeretném, hogyha ott is ott maradna a csengése. Megpróbálnánk azt, hogy még egyszer elkezded. Nem fogunk tovább menni a My Mio Mister-ot, csak az elejét, oké? Okay? Okay, right here. Can we pause that one? Tu pure o principessa, the pessa, that the principessa. Ezt szeretném, hogy tu pura principessa, menjél tovább a fókuszban, oké? Okay? Csak ezt, tu pura principessa. Igen, és nagyon klassz. Az E betűk, magyarok vagyunk, ismerem a problémát, rám is mindig Olaszországban rám szóltak, hogy ne legyél magyar az E betűiddel. Próbáld egy kicsit összeszedni azt az E-t. Hogy szól olaszul az E? Principessa. Kicsit E-ésen, de nem zárjuk le természetesen. Mondjad nekem, csak mondjad, hogy principessa. Principessa. Oké, okay, nagyon jó. Úgy mondjad most, ez most úgy mondtad, mintha Verónába sétálnál, és a ciao principessa. Most úgy mondjad, mintha énekelni. Principessa. Tehát fókuszban. Mondjad? Principessa. Nyisd ki jobban. Principessa. Ha. Vertikalitás. Principessa. Ez az. Na, jó, oké. Okay. Ne húzz szét az elket, és szuper lesz. Tupure. Énekeld most. Nagyon szép. Menjen tovább. A zene megy tovább, igaz? Mi a következő? Mi a következő? Tipura principessa. Super. Nagyon jó. Arra próbáljál gondolni, hogy a principessának nem szabad leesnie, mert menj tovább a Nellára. Oké? Okay? Még egyszer tupure. Tupure o Good! Nagyon jó. A tánca helyesen jó, hogy az ennen akarsz zöngetni. Szóval azt próbáld meg, hogy volt egy olyan, hogy splendera és a többi, tehát ahol tudsz egy kicsit az enneken zöngetni, az megvan, csak hagyjál teret a magánhangzónak is. Még egyszer csináld meg nekem a tupura principessa, menjél tovább, tartsad a fókuszt, és megyünk tovább, jó? Tupura. Tupura principessa, ne la tua fredda stanza, mari. Nagyon szuper, nagyon szuper. Várjál. Azt mondja, hogy meg kell keresnem, bocsánat, itt van. A guardi előtt megtennéd, tudom, hogy föl kell készülnöd, ez egy nagy ugrás. Megtennéd, hogy nem úgy próbálod venni a levegőt, hogy jó, befejeztem, levegőzök, guard, hanem
Szóval, hogy a levegő, a története legyen a levegőnek is. Jó? Még egyszer meg tudjuk nézni a tu puret. Nagyon jó, nagyon szuper. Tu pure la principessa nella tua fredda stanza. Speranza. Di speranza. Az A-nak kell lennie még egy kicsit jó zöngés, jobb zöngésnek, és az N az tökéletes, csak hagyjad élni az A-t is. Csak az, hogy di speranza. Di speranza. Egy picit, lehet, hogy ti máshogy csináljátok, csak az én kedvemért, aztán utána elfelejtheted. Ed speranza, anza, hogy halljak egy kicsit jobb zöngést az án, jó? Ed speranza. Imádtam, nagyon jó. Köszönöm szépen, nagyon szuper, nézzük meg az időt. Szeretnél-e valamit kérdezni tőlem technikailag? Vagy minden oké? Annyit kérdeznék, hogy milyen volt, mik az észrevételek, még volt. Az észrevételeim, azt, amivel elkezdtem, az, hogy úristen. Ez volt az első, hogy úristen. Amikor megláttam, hogy a Temesi tanárnő nekem ezt átküldte, hogy az ő harmadévese ezt fogja énekelni, akkor... Másodéves! Ne is beszéljünk erről. He's a sophomore, guys. Sophomore. De amit mondasz, Viki, igen, nem teszi a hegyébe, nem teszi még pontosan a hangzókat. Még a hangszere, mint a gépezet, nem elég pontosan fiatal, dolgozik. Fiatal, nagyon fiatal. De dolgozunk rajta. Nagyon szuper, eszméletlen szép a hangszín. Nagyon szép az E betűk, figyelj ide, hogyha az a magyar elket elfelejted, világkarrier. Mondjuk. Nagyon köszönöm, hogy te is rávilágítasz. Hát aztán tudjuk, hogy ez nekünk is, és a növendéknek is egy nagyon komoly munka mindannyiunknak, hogy a növendék vagy megcsinálja, vagy nem, amit az ember tanít neki, mert ők is egy szuverén egyéniségek, de igen. Én nagyon örülök, hogy rávilágítottál azokra a hibákra, amiket mi is szoktunk beszélni. Úgyhogy nem is tudtam, hogy ennyire közel van a kettőnk tanítása. Én tudtam, én már hallottam. Bár én is hallottalak téged, de voltál a Szegeden, úgyhogy igen. Na, köszönjük szépen. Igazán nincs mit, nagyon gratulálok, szuper. Nagyon, tényleg nagyon tetszik. Mit szólsz, Viki, hogy esetleg, ha megengeded, hogy ha Bátor Évi is itt van, egy pár mondatot ő is mondom, hiszen Andrei Pista, Karolin Hongyu beszélt tőlünk, és esetleg akik még kimaradtak, és hogy tényleg egy rövid bemutatkozás, hogy mit jelent nekik most ez a találkozó például, és utána a kérdéseteket tudnak válaszolni. Persze. Okay, for the rest of the time, actually we have another professor just joined, and then we mentioned her. She's the one who was Tosca in Houston some years ago. So I would like to welcome her, and then she can speak a little bit, a couple of words, if she's here. Örülök, hogy itt vagyok, és végre sikerült becsatlakozzak. Van Évi is a Szegedi Énekiskolának az egyik pár évvel utánam következő kis üdvöskéje volt, és hát nagyon-nagyon sokan, többen ugye nemzetközi karrierünk, Évi vagy te is, Viki, vagy Rálik Szévi, tehát befutottok, és nagyon-nagyon sok értékes és komoly művészt adott a mi alma materünk. Szegedről nem sokan tudnak a világban, de egy nagyon-nagyon komoly kultúrváros, amilyen kis egyetemi város, és mediterrán város, és fürdőváros, itt a Tisza, itt valami csoda, olyan levegője van ennek a városnak, hogy nagyon sok tehetség innen művőben. Hát nagyon köszönöm, hogy becsatlakoztál, Évi. Nagyon szépen köszönöm. Mi most találkozunk szerintem először így hivatalosan. Lehet, igen, de hát azt hiszem, hogy mindketten is meg ismerjük egymást, persze. Én közben fordítok így. This is the very first time that I meet her virtually, but of course we know each other. Köszönöm, hogy itt vagy. Mert természetesen nagyon örülök neki, és nagyon vártam, mert ugye azért voltam
nagyon szomorú, hogy az egész házba elment a net, és kellett egy kis idő, míg visszahoztuk, de itt vagyok, hál' Istennek, és nagyon boldog, és nagyon tetszik, ahogy tanítotok, és nagyon tetszik mind a két növendéked, a tiéd is. A Marikáért természetesen ismerem, nagyon jó hangok, és ez szerintem nagyon jó, hogy ilyen fiatalok vannak, mert nagyon kell az utánpótlás, a jó utánpótlás. És remélem, jössz majd tanítani hozzánk is egy kicsit. Nagyon remélem én is. Nagyon remélem én is. Cici, akik kimaradtak még esetleg, én nagyon örülök, hogy Cicit szót tudtatok váltani, hogy ne érezzék úgy, hogy ők is kimaradnak. Abszolút, van egy abszolút. Másik nagyon, nagyon fiatal, a Csuzi Eszterként is, Szerbiából csodálatos futballkárját énekelt most, meg Liukat énekel, ő is indul a versenyen, ő is egy nagyon pici bébi növendékünk. Ha megengedett, hogy a kis magyar studentünkkel folytassuk, és utána a tiéteket is. Persze, persze. Hello everybody, I'm Truzi Esther, I come from Serbia, and now I study in Szeged. My professor is Temesi Maria, and now I sing Rusalka, Liu, and a song from Kodály and Dvorak, not Dvorak, Rimsky-Korszakov. Eszter jól zongorázik például, ő is nagyon komolyan beszél, hogy az énekes képzéshez ugye nagyon fontos a hangszeres műveltség, és amikor a színpadra kiáll valaki, pontosan lejön a biztos zenei kiállásától is, kiállásából, hogy ő mennyire képzett zenei lesz. Tehát amikor már az ember színészileg előadó művészileg megformál egy szerepet, egy áriát, nagyon-nagyon fontos, hogy ez a ház meg legyen építve, és biztos falak, biztos ritmikája, biztos intonációja, biztos harmóniai, lelki és hangszeri belehelyezkedése legyen a harmóniaváltásoknak, hogy egy legyen a test, a lélek, a szellem, a hang és a zeneszerző által leírt darabnak a mondani valója és érzése, és mindehez nagyon fontos a zenei alapműveltség. So it's very essential to have like a musical knowledge, such as playing any instrument, such as the piano, so you can actually manage to accompany yourself or manage to at least study and then harmonize and then get the rhythm well. So oral training, guys, very important. And then Esther, indeed, is a very good pianist. That's what we were talking about. Okay. Hi, I'm Michael. I am studying bachelor in Szeged. I started singing as a baritone, but now I'm a tenor. I don't have any music ready to sing, but... That's okay. Thank you. Nagyon szép hangú énekes a Misi is, és jó színpadi kiállású. Hi. Hi. Nimshine, what the time is now? Almost 1 a.m. almost. 1 a.m. Yeah. Thank you. I'm still in quarantine now. Oh, you just got back, or why is that? Yeah. Okay, all right. Itt vagyok. Üdvözlök mindenkit. Én angolul annyira nem tudok, úgyhogy magyarul mondanám el. Én is másodéves szoprán hallgató vagyok. Szécsi Edith tanárnőnek a növendéke. And other faculty members is her professor. De nem csak operát, de operettet is nagyon jól érzékletesen énekel, úgyhogy lehet, hogy ő lesz a jövő operett dívája, primadonnája, egyik primadonnája. Yeah, her forte is actually operetta, so she loves operetta, and then who knows, maybe the next generation's operetta diva is coming up from there. Igen, szeretem azt is, mert hogy táncos műfaj. That's very important. Pintér Zsolt, téged is itt láttak. Szia Zsolt, te pedig az éneklés mellett fantasztikus kotta nyomtató és kotta kötő vagy. And that's kind of true. But don't tell to be a writer. So I am a tenor. I'm studying at István Andrejczyk. I'm
learning now the Donizetti Nemorino role from the L'Elisir d'Amore, and learning the Basilio role as well from the Mozart La Nozze di Figaro. Oh, lovely. Egy igazi lírai tenor, csodálatosan. Hallom a hangot. Legátokkal. Lara Brust, möchtest du etwas zu sprechen? Ich möchte dich bitten. Wo bist du momentan? In welchem Staat? Ich bin in Deutschland gerade. Aber in welchem Staat? Lara is in Germany at the moment. Yes. You can speak English, I'm sure. Yes, sure. Go ahead. Sure. Should I introduce myself? Or? Yeah, please. Okay, so my name is Lara Brust. I come from Germany, but I study in Hungary. My teacher is Mr. Hongyu Chen, and I'm in the second semester of bachelor right now, and I am singing Star Nel Irkana, the aria of Ruggiero from Alcina, and Vale Secule Milarme, the aria of Charlotte from Werther. Yeah, yeah, lovely, nice mezzo roles. Lara, ja majdnem németül mondom. Lara az elmúlt évben jött hozzánk, és Hongyu, aki ugye Németországban is dolgozik, és ott 11 éve él most már, tehát ő hozta nekünk Szegedbe, és nagyon boldogok vagyunk, Lara is egy nagyon erős, fast soprano. Szeretném basically, Hongyu, the faculty member, he knows Lara for years from Germany, and then he recruited her from Germany to Hungary. That's how it goes. Én első éves vagyok freshman egyetemen, és a Bátori Éva tanárnőnél tanulok. And Eva Bátori is Mozart, Porgy Amort tanultam legutóbb, és Mahler dalokat. Lovely. Okay, nagyon, nagyon lesz. Úristen. Nagyon hamar kezditek a gyönyörű nagy repertoárokat, és gratulálok ehhez, ez szuper, nagyon-nagyon jó. She is Yan Aoxue. Please introduce yourself. Okay, vele nem találkoztam, bocsánat, mert ő októberben jött. Hello, Aoxue. Okay. Hello, doctor. My name is Aoxue. I'm from China, and I study in Szeged. And my teacher is Karin. All right, and then what do you type of voice? And I'm a soprano. What type of soprano? What is your repertoire? Sorry, I don't. So she's there. She arrived in October, and then she is in a prep portion of the school. So she doesn't have a built-up repertoire yet. She's young. Yeah. Not that you guys are old. I mean, everybody's young here. Náluk tényleg éjszaka van, és veszik a fáradtságot, hogy itt lehessenek. Ez az első amerikai magyar Chicago Szeged mesterkurzuson, hiszen ez a te alma mater-ed iskolája is volt annak idején. Lesz egy, legyen folytatás. Jó, legyen. Folytatás lenne. So, guys, I was just suggesting that let's have in the near future a continuance, a follow-up, because we actually have questions and we prepared it, but we also want it to be very spontaneous. So that's why we just went on and then just let you speak about yourself as well, you know, and then just a little bit of music to give a taste how a Dr. Temesi is teaching, or I teach, you guys know it. So so that was the first purpose, and it's an initiatory. So I really would like to have a follow-up, and then we are going to get answers to our questions. Tudod, beszéltünk arról, mondtad, hogy nagyon örülnének a hallgatóit, hogyha találnák jövőre, vagy még akár az idén egy olyan találkozót, ahol ugye a Magyar Állami Operaháznak van ez az opera nagyköveti előadása. És pont Bátor Éva művészre is ennek a programnak az egyik művészet, a művészeti vezetője, és mivel mondtad, hogy lelkesedtek a növendékét, hogy hú, de jó lenne akár egy varázsfogonáról, akár egy traviátáról. Én nagyon szívesen, ha így fordításban megoldható, mert ugye én németül tudnám mondani, akkor lehet egy ilyet tartani egy másfél órában egy következő alkalommal. És azt mi is az opera nagyköveti programban, én azt gondolom, kérdezem az Évit, hogy ezt büszkén tudjuk prezentálni,
és ahogy mondtad, hogy nagyon érdekelni a hallgatóikat. Én mindenképpen támogatni fogom, és nagyon fogok neki örülni, hogy erre lehetőséget adtok nekünk, és Marci nagyon nagyszerű nagykövet, elejétől fogva az alapítók között, és tényleg az egyik legjobb nagykövetünk. Tehát én azt gondolom, hogy olyan intelligenciával, ami neki van, egy nagy csodálatos előadást tudna tartani. Én nagyon szeretem az előadását, a Varázsfulla és a Szabadkőművesek címűt, amit nagyon szeretek, és ami nagyon színvonalas, és én szerintem ugye ezért kérte a Marci a másfél órát, mert az átfogó, de éppen, hogy ennek a korosztálynak való, nem kisebbeknek, hanem egyetemistáknak, stb., akik többet szeretnének tudni erről a témáról. Én borzasztóan örülnék neki, és természetesen támogatom a messzebb menőkig, ameddig. Hát én meglátjuk, akkor jövőre. Köszönöm én. So as a perspective for next, the next quarter, which is next school year, we can have actually a very nice 1.5 hour lecture on the magic flute. And the title of that lecture is Mozart's Magic Flute and the Connection to the Freemasoning. And Dr. Temesi has a whole 1.5 hour PowerPoint presentation on that. Having said that, I need to say it in the last 3 minutes that Dr. Temesi and Eva Bátori, they are actually the founders and the members of the Hungarian, the ambassadors of the opera, that's the proper definition, ambassadors of the opera. What they are doing is they actually try to focus on getting more fans of the opera, obviously, to get more people in the young generation, in the old generation, it doesn't matter. So just get the opera as a genre more populated. And this type of PowerPoint presentation is actually made for this age group who you are, college and university students. So I think that there is some opportunity to learn from this for sure. And then I'm going to make sure that next fall, hopefully, we are going to make that happen. I would say that let's thank everyone that you guys are here. Köszönöm szépen mindenkinek, hogy eljött. Nagyon szépen köszönöm. Ez egy első alkalom volt, de lesz folytatása. This was we are very, very happy. And thank you, Viktoria. Very happy. Találkozunk még. Bye. Yeah, this is going to be continued. And thank congratulations for you for attending. Have a nice day. Yes, you. Bye. 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 Bye.